folyamatosan emelkedik a koronavírus fertőzöttek száma az országban, az oltatlanokat az oltás felvételére buzdítják a szakemberek, befőzőgépeket kaptak intézmények, házi ivólé, befőző és asszalógépeket kapott több óvoda és bölcsöde is a térségben. Üdvözlöm Önöket, a Régió Televízió Esztergom hírösszefoglalóját látják. A koronavírus.gov.hu kormányzati portál szerint emelkedni kezdett a COVID megbetegedések száma az országban. A szeptember 15-i adatok alapján 371 új fertőzöttet regisztráltak és 12 beteg hunyt el. Az országban összesen 3286 fő van hatósági házi karanténban. A megyében is 6-tal nőtt a fertőzéses esetek száma. A szakemberek szerint koronavírus ellen az egyetlen hatékony megoldás az oltás. A legnagyobb veszélyben a beoltatás. Vannak, ezért továbbra is kérik őket, hogy regisztráljanak és vegyék fel az oltást mielőbb. Jóval kisebb a valószínűsége annak, hogy a COVID-19-be vagy szövődményeibe belehal az, aki megkapta az új koronavírus elleni oltás mindkét adagját, mint az, akit egyáltalán nem oltottak be, vagy csak egy adagot kapott, mutatta ki az ONS angol statisztikai hivatal. 2021. januárja és júliusa között történt több mint 51 ezer COVID-19 okozta angliai elhalálozásból csupán 256, azaz 0,5% volt az olyan beteg, aki az oltás mindkét adagját felvette, többségük olyan ember volt, akinek az egészségére nagy kockázatot jelentenek a COVID-19 szövődményei, adta hírül a BBC News honlapja. Ezek az adatok azt mutatják, hogy az oltások jól védenek a betegségektől és az elhalálozástól, közölték a szakemberek. Jövő év január 1-ig maradhat a veszélyhelyzet. Gulyás Gergely kancellária miniszter a szeptember 15-i tájékoztatóján arról beszélt, hogy a kormány kedden járványügyi helyzet értékelést tartott. A miniszter hozzátette, hogy a betegek és az elhunytak száma egyelőre nem igényel korlátozó intézkedéseket. Még mindig 400 060 év feletti nem oltatta be magát, ezért arra kérték őket, hogy ezt tegyék meg. Gulyás közölte, hogy a magyar statisztikákban azok is az áldozatok között szerepelnek, akik elsődlegesen nem a korona vírus miatt haltak, megírja az Origó. A veszélyhelyzet meghosszabbítását kéri a kormány január 1-ig, mondta Gulyás Gergely. A kormány gyors reagálási képessége miatt szükséges a veszélyhelyzet meghosszabbítása. A kormányzat arra számít, hogy nőni fognak az esetszámok, de jóval kevesebben kerülnek majd kórházba vagy lélegeztetőgépre, mint korábban. Az iskola kezdés után megugrott a régió gyermekházi orvosi rendelőinek a forgalma. A már mögöttünk hagyott COVID-járvány három hullámának tapasztalatai után az iskolákban és az óvodákban is jobban odafigyelnek a kisebb tünetekre is a pedagógusok, és orvoshoz küldik a gyerekeket. A szülők is elővigyázatosabbak lettek a koronavírus járvány miatt, ezért hamarabb elviszik a gyermekeiket orvoshoz. Dr. Rovács Melinda nyergesújfalui rendelőjében is megugrott a betegforgalom. A szokásos 40 beteghez képest az elmúlt pénteken 100, hétfőn pedig 150 gyermeket láttak el a rendelésen. A légúti megbetegedések párhuzamosan nőtt a COVID-teszt kéréseknek a száma is a térségünkben. Elsősorban légúti betegségekkel vagy hányás hasmenéssel érkeznek a gyerekek. Véleményem szerint ennek az az oka, hogy most hosszú idő után újra találkoznak a gyermekek. Ugye a hosszú karantén miatt mindenki csak a saját flórájával találkozott, és most újra a közösségben összegyűjtik egymás kórokozóit. Elsősorban egyelőre a szűrések alapján úgy tűnik, hogy ezek nem COVID-fertőzések, egyéb más légúti megbetegedések. Házi ivólé, befőző és asszalógépeket kapott több óvoda és bölcsöde is a térségben a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány és a Magyar Asszonyok Érdekszövetségének jóvoltából. A cél, hogy a gyerekek minél kisebb korban megismerjék a mozgás jótékony hatásai mellett az egészséges ételek fogyasztásának fontosságát is. A Tokodaltárói Brunswick Teréz óvoda mini bölcsöde kertjében az intézmények vezetői személyesen vehették át az általuk kiválasztott készülékeket. A friss magyar termelők gyümölcseiből elkészülő ivóleveket, lekvárok, így a gyerekek együtt készíthetik és fogyaszthatják majd el az óvodákban. Nagyon jó lehetőség egy ilyen készüléknek a használata közösségteremtő programok keretében is, hiszen akár több generáció is már az alapanyagok beszerzésétől elkezdve közös feldolgozáson keresztül egyrészt több generáció együtt tud működni, másrészt az idősebbek meg tudják mutatni, hogy korábban, vagy még napjainkban is, hogy készültek ezek a hagyományos lekvárok, befőttek, és ők is megtanulhatnak az ifjúsággal együtt egy modernebb technológiát, ami adott esetben kisebb energia és idő befektetéssel, de
hasonló ragyogó termékeket tud előállítani. Korszerű gyermekétkeztetés és a helyi termelők közétkeztetésbe való beszállítási lehetőségeinek javítása a legfőbb célja a CÖF, valamint a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége által indított akciónak. A cél az, hogy évvégére több mint 100 helyszínen 400 gépet osszanak szét hazai és határon túli civil és szociális intézmények részére. A gépek mellé egy korszerű receptkönyvet is kaptak az érintettek. Visegrádon Vitályos Eszter államtitkár elmondta, a kormány egyik legfőbb célja, hogy megreformálják a gyermekétkeztetést. Ki kell, hogy emeljem, hogy ezek a kis automaták és különböző berendezések egy nagyobb országos tervnek is a részesei, hiszen a magyar kormánynak feltett szándéka, hogy a gyermekétkeztetés elsősorban a helyi gazdálkodók által megtermelt alapanyagokból, vagy azoknak az alapanyagokból minél nagyobb arányú felhasználásából álljon, és ez legyen az alapja, ezzel is segítve egyébként a vidéki gazdálkodók helyzetét. Megyei Értéktár Megyenap címmel rendezett konferenciát a Komárom-Esztergom megyei önkormányzat szeptember 15-én. Lábatlanon a Gerendai Közösségi Ház nagytermében ismertették a megyei identitás programot, bemutatták a folyamatosan bővülő értéktárat, valamint azt a kötetet, amely szűkebb hazánk kincseit tartalmazza. Megyei értékeink kapcsán előadásokat hallgattak meg a jelenlévők a turizmusfejlesztésről, az identitásról és az értékfeltárásról. Érték sokkal megfogható. Bódis Gábor a Budapesti Metropolitan Egyetem oktatója, a Hungarikum Bizottság tagja Érték, Identitás, Ígéret címmel tartott előadást. Popovics György felidézte az értéktár indulását. 2013-ban 45 értéket javasoltak a megyei értékek közé, ma pedig 180 fölötti értéknél tartanak, amely folyamatosan bővül. Ez a mozgalom gyakorlatilag most már sinem van, és robog előre. Ezt mutatja az is, hogy a mai több mint 30, vagy emlékszem 31 oklevelet fogunk átadni, és 181 megyei értéket tartunk nyilván, ami én úgy gondolom, hogy ebben a kicsi megyében, ugye területileg lakosságszám és településszám alapján is kicsi megyében egy nagyon szép szám. Cunyiné dr. Bertala Judit köszöntőjében az egyén identitásáról is beszélt, majd Komárom-Esztergom megye identitásáról is. A mi megyénk a nagyon különböző Esztergom és Komárom vármegyék összeolvasztásából jött létre. Aztán valahogy ez a két vármegye sok-sok történelmi esemény, politikai döntés után Komárom-Esztergom megyeként az elmúlt fél évszázadban immáron egy új szerepet, új helyet és új küldetést keresett, és azt gondolom, hogy talált is magának az elmúlt esztendőkben, elmúlt évtizedekben. És van-e megyei identitás? Szűkebb hazánk kincsei már kötetbe foglalva is megtekinthetőek. A megyei értéktárnap kísérő programjai között szerepelt a Gerendai Ház arborétumának és a Dunamenti Ökocentrum élmény programjainak bemutatása is. Jó ütemben halad a Rekordtán hobbi futópálya építése Esztergom Szentgyörgy mezői város részében, közölte közösségi oldalán Hernádi Ádám, a város polgármestere. Az ország 11 települése kaphatott ilyen jellegű, ingyenesen használható pályát egy szakmai program keretében 900 millió forintos állami és önkormányzati forrásokból. Ezt még korábban jelentette be Révész Máriusz, az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos. A futópályák egyenként legalább 1 kilométer hosszúak lehetnek, és további feltétel volt az is, hogy főutakat nem keresztezhetnek. A megvalósításhoz a szakmai segítséget és iránymutatást a Szabadidősport Eseményszervezők Országos Szövetsége biztosította, írja a Magyar Távirati Iroda egy korábbi közlése. Friss híreinkkel legközelebb pénteken jelentkezünk. Addig is, ha gondolják, látogassák meg a honlapunkat, illetve keressenek minket a közösségi oldalunkon további információkért. Maradjanak az RTVM műsorán, további szép napot kívánok Önöknek, viszontlátásra!